Sziasztok! Évi vagyok, és ez itt a Kendős Anya Vlog, inspirációk válaszkész anyáknak. A hosszúra nyúlt nyári szünetem alatt sokan kérdeztétek, hogy mikor tervezem, hogy újraindul a Kendős Anya Vlog. Nos, jó hírem van nektek, úgy döntöttem, hogy mostantól. Először is megtörtént a két gyermekem és a saját keresztelőm is, úgyhogy most már hivatalosan is Isten gyermekei lettünk. Még ugyanazon a gyönyörű napon megtörtént a templomi, majd pár héttel később a polgári házasságkötésünk is a most már férjemmel, és jól hallottátok, hogy nem egyszerre történt, és ennek nem az volt az oka, hogy hát ha még a kettő között meggondoljuk magunkat, hanem egy egészen egyszerű prózai oka volt, ugyanis a kellő pillanatban nem találtuk az akkor még nem férjemnek a születési anyakönyvi kivonatát, és mikorra pedig már meglett, addigra már csak egy pár héttel későbbi időpontot tudtunk lefoglalni az anyakönyvvezetőnél. Visszatérve a nagy napra, összesen 4 hetem állt rendelkezésre ahhoz, hogy mindent megszervezzek. Aki esetleg lemaradt volna az utolsó bejelentkezésemről, annak gyorsan elmondom, hogy az én keresztelkedésem csúszott a koronavírus miatti kijárási korlátozások miatt, és mikor pedig már végre kinyitottak a templomok, és lehetett keresztelőket szervezni, akkor természetesen egyből kitűztük a keresztelőmnek a napját, és ugye ezzel együtt a két gyerekét is, viszont ugye a katolikus egyház hite szerint a keresztelő után már egyetlen napot sem élhettünk volna vadházasságban, tehát teljesen egyértelmű volt, hogy akkor aznap lesz a házasságkötésünk is. Tehát visszatérve ugye arra bizonyos 4 hétre, igazából leszámítva a férjemnek az öltönyét, illetve a jegygyűrűjeinket, minden mást az internetről sikerült megrendelnünk. Az internetről rendeltem még a mennyasszonyi ruhámat is, mondjuk megkönnyítette a dolgomat, hogy nem kifejezetten mennyasszonyi ruhát kerestem, hanem egy fehér alkalmi ruhát, ami egyébként szerintem nagyon jó választásnak bizonyult, mert kényelmes volt, nagyon jól éreztem magam benne, szerintem szép is volt. Egyetlen egy kis problémám volt vele, hogy szoptatni csak nagyon nehezen tudtam benne, de kis segítséggel még ezt is meg tudtuk oldani. Egyébként az internetről rendeltem a fejdíszítésemet is, a virágcsokromat, az autókra a virágdíszítést, az asztalra a virágdíszítéseket, a gyűrűpárnákat, a sziromszóró kosarakat a kis unokatesó koszorús lányaimnak, a meghívókat is az internetről rendeltem, szóval igazából majdnem mindent, és Istennek hála minden meg is érkezett, illetve el is készült időben. A nagy napra egyébként nem mondtak túlságosan fényes időjárást, igazából még ezzel is szerencsénk volt. Nem feltétlen koronavírus miatt, hanem egyébként is így szerettük volna, hogy nagyon szűk körben ünnepeltük meg ezt a nagy napot, tehát igazából tényleg csak a család vett részt rajta. A 3 keresztelő után már Vince nagyon nyűgös és nagyon álmos volt, úgyhogy a templomnak a sekrestjében kis segítséggel kihámoztam magam a mennyasszonyi ruhámból, és megszoptattam őt, majd pedig egy direkt erre a célra őrzött és tartogatott fehér kendőben fölkötöttem a hátamra. Úgyhogy innentől kezdve tulajdonképpen végigaludta az egész szertartást, aminek én duplán örültem. Egyrészt azért, mert így én is nyugodt voltam, sokkal nyugodtabb, és jobban tudtam koncentrálni arra, amiket a pap mondott, illetve hát az egész pillanatot sokkal jobban meg tudtam élni. Ráadásul még az az álmom is teljesült, hogy kendős anyaként menjek férjhez. Az esküvő után a szűk családi körrel átmentünk még egy étterembe is, egy kicsit még tovább ünnepelni a nagy napot, de innen mi a férjemmel előbb leléptünk, és a gyerekeket hátrahagytuk. Egyébként őket a nagyik hozták haza, és így legalább volt még egy 1,5-2 órácskánk kettesben is, amire egyébként Vince születése óta nem volt példa. Aztán, hogy a kendős mennyasszony esete után a polgári szertartásra is tartogassak némi meglepetést a szűk körű násznépnek, ott pedig azt találtam ki, hogy biciklivel érkezzünk, és még aznap reggel feldíszítettem a saját biciklimnek az első kosarát virágokkal, illetve a Bencével az előző nap a játszótéren összeszedett fűzfavesszőkkel, tehát így az lett az esküvői jármű, és a gyerekeket a gyerekülésbe beültetve végül is biciklivel kerekeztünk fel az anyakönyvvezetőhöz, a nász népnek és hát a városbelieknek a legnagyobb csodálatára, úgyhogy igazából ezzel a kis közjátékkal az a nap is nagyon emlékezetessé sikerült. Hát ennyit az esküvőnkről. Ha bárkit valamilyen részlet jobban érdekelne, például, hogy honnan rendeltem a mennyasszonyi ruhát, vagy bármi mást, akkor írjátok meg a videó alá kommentben, és nagyon szívesen válaszolok nektek.
Még ugyanebben a sűrű július hónapban egy másik nagyon fontos dologban is döntést kellett hoznunk, hogy melyik óvodát kezdje meg szeptembertől a nagyobbik fiam. Ugyanis köszönhetően a hosszas utánajárásoknak két nagyon szuper óviba is fölvették őt. Úgyhogy igazából azt kellett eldönteni, hogy melyiket válasszuk. És nagyon sokat tiprottam és gondolkoztam rajta, de azt hiszem végül is sikerült egy jó döntést hozni. Egyébként az óvodaválasztási szempontjainkról és az óvis beszoktatós napokról mindenféleképpen tervezek majd egy külön videót is, mivel nagyon sokan kérdeztétek. Egyébként az Instagramon az óvis beszoktatás napjairól vezettem naplót, úgyhogy amíg el nem készül ez a videó, addig azt ajánlom a figyelmetekbe. Emellett a következő hónapban megtörtént Vince, a kisebbik fiamnak az első szülinapja is, és mivel az első szülinapok számomra mindig nagyon emlékezetesek, ezért igyekeztem ezt is felejthetetlenné tenni, és mivel Vince nyári gyerek, ezért nagyon jó ötlet jött velem szembe az interneten, ő nagyon szereti a görögdinnyét, és nyáron nagyon sokat evett belőle, úgyhogy adott volt, hogy egy görögdinnye tortát készítettem neki. Ez több szempontból is egy jó döntésnek bizonyult, ugye, amennyire lehetőt még szeretném megkímélni fölösleges cukorbeviteltől, úgyhogy ebből a tortából viszont ő is nagyon jó ízűen tudott tenni, úgyhogy mégis nagyon jól sikerült az első születésnap is. Emellett egyébként nagyon gyönyörű nyarunk volt, ugyan nem utaztunk sehova külföldre, hanem belföldön töltöttünk el nagyon sok időt, de kifejezetten törekedtünk arra, hogy ezúttal ilyen mezitlábas, indiános élményeket gyűjtsünk be minél többet, és ez nagyon jól sikerült is. Kicsit úgy fogtuk fel ezt a nyarat, mint egy ilyen utolsó töltekezési lehetőséget a nagyfiunkkal, még így a nagy szeptemberi óvodakezdés előtt, úgyhogy igazából tényleg életem egyik legemlékezetesebb nyara volt. Emellett sokat dolgoztam a csatornán is, úgyhogy nagyon sok újdonsággal és meglepetéssel fogok jönni nektek, úgyhogy érdemes lesz válni velem együtt a péntekeket továbbra is. Természetesen jövök a nyári szünet előtt elmaradt témákkal, olvasónaplókkal, vlogokkal, de nagyon sok új téma is jár a fejemben, amit szeretnék kifejteni majd nektek részletesen. Úgyhogy, ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és a kis csengettyűt is nyomjátok meg, hogy biztosan értesítést kapjatok róla, hogyha fölkerül egy újabb videó. Kövessetek az Instagramon is, ahol a napi sztorikkal, napi témákkal, játékokkal, szavazásokkal és napi posztokkal még több ötletet és tapasztalatot osztok meg veletek a válaszkész életünkből. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok ebben a videóban, és azt is külön köszönöm, hogy kitartottatok mellettem a hosszú nyári szünet ideje alatt. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, írjatok kommenteket. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és találkozunk jövő hét pénteken. Sziasztok!